Nagyszabású beruházás Nyíregyházán. 192 millió forintból fejlesztik a déli ipari parkot a városban. A tervezés 2025 év végére fejeződhet be. Fejlesztések Szakolyban. Utakat korszerűsítenek, új kerékpárút épül, és az önkormányzati hivatal is új helyre költözik hamarosan. Már metszenek. A legtöbb vármegyei almaültetvényen már megkezdődtek a munkálatok. Jelentős kormányzati támogatásból fejlesztik tovább hamarosan Nyíregyházán a déli ipari parkot. A beruházások összértéke megközelíti a 192 milliárd forintot. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tervezés három ütemben valósul meg 2025 év végéig. Az elképzelések szerint tovább bővíthetik az ipari park úthálózatát, felújítják a közeli Butyka és Nyírjes település részek útszakaszait és elkerülő utakat építenek. Emellett fontos környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve kiépül a terület csapadékvíz és ivóvíz hálózata, a teljes szennyvíz elvezetési és tisztítási infrastruktúra, valamint egy önálló szennyvíztisztító is. Így néz ki most a déli ipari park Nyíregyháza határában, ahová a várakozások szerint a következő években olyan világcégek fognak betelepülni, amelyek ezres nagyságrendben teremtenek új munkahelyeket. A kormány és a HIPA döntésének köszönhetően soha nem látott mértékű kormányzati támogatásból csaknem 192 milliárd forint értékben végzik el az ipari park fejlesztését, amely során kiemelt szerephez jut a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A városvezetés az elmúlt 10 évben a Nyírség víz ZRT-vel közösen számos fejlesztést megvalósított, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ipari park fejlesztésének első fázisa gyorsan le tudott zárulni. Galambos Sándor a projekt bemutató sajtótájékoztatón azt mondta, a város vezetése kezdettől fogva együttműködött a Nyírség víz szakembereivel, így minden szükséges feltételnek megfelelnek az elképzelések. Nyíregyháza vízellátását három víztisztítómű biztosítja. Kótai, a Paszabi, illetve a Nyírteleki vízműtelepről tisztított, illetve bejutatott víz. Ugye a Tisza vizei úgy került képbe, hogy a Tisza-Bercel határában felszíni vízkivételi mű kerül kialakításra, ott lesz egy felszíni víztisztító mű, és egy több mint 20 kilométeres vezeték révén tud bejutni Nyíregyházára, illetve Nyíregyházán belül pedig az ipari parkba kerül elvezetésre. Ez a víz hasonlóképpen lesz megtisztítva, mint egy ivóvíz, csak ugye ez egy felszíni vízből, és ugyanúgy, ahogy az országban van több helyen is, hogy felszíni víztisztító által előeltett vízből nyerik ki az ivóvizet, itt ugyanúgy tudjuk ezt biztosítani majd. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, a lehető legszigorúbb monitoringrendszert tervezték meg, amelynek egyik garanciáját az jelenti, hogy az ipari parkot a Nyír VV fogja üzemeltetni. A polgármester azt mondta, nem csak az ivóvíz, de a szennyvízrendszer sem fog találkozni a lakossági szolgáltatásokkal. Mi a szokatlan módon, mondták nekem, de a telek elővásárlási szerződésben rögzítettük azokat a környezetvédelmi engedélyhez szükséges paramétereket, amiket vállalnak a cégek. Ez vonatkozik a vízre, a szennyvízre, a levegőre, a talajvízre, tehát mindenre, zajra, úgyhogy ezzel ez egy teljesen szerződésben vállalt kötelezettség, ez egy garanciarendszer lesz, annak érdekében, hogy ez ne zavarja a lakosságot. A szennyvíznél van még egy fontos dolog, a kettes telepünket, ipari parkot összekötjük, tehát nem csak az ivóvíz, a szennyvízrendszer sem fog találkozni a lakossági szennyvízrendszerünkkel. Ez természetesen több milliárdos fejlesztést is igényel. Az ipari park infrastruktúra fejlesztést két társaság konzorciumban valósítja meg három ütemben. Az első ütem közbeszerzési eljárásai 2024. februárjában zárulnak, a kivitelezés feladatainak elvégzésére 12 hónap áll rendelkezésre. Nagyon fontos, hogy az egy-egy város hogyan adoptálja a városba ezeket a befektetőket. Ugye ez jelent munkaerőt, jelent közműigényt, ivóvíz, csatorna és egyéb hálózati terheléseket, és hogy milyen feltételekkel létesülhetnek, és milyen feltételekkel működhetnek. Ha nem tartják be a feltételeket, akkor mi van? Hogy ezt akkor hogyan tud beavatkozni? Hogy előre tiszta játékszabályok legyenek és szigorúak, ebben polgármester úr Pestig elhaladszóan akkurátus volt,
és eleinte féltették is, hogy ezek a beruházásokat nem veszélyezteti-e az, hogy ő ennyire keményen tárgyal, most pedig más városoknak is azt tanácsolják, hogy hát akkor tessék úgy csinálni, akkor biztos, hogy a lakosságnak nem lesz problémája, mert igazából el tudja zárni a vizet, hogyha nem tartják a határértéket. Az ipari park fejlesztéséhez hozzátartozik a közúthálózat fejlesztése, amelynek keretében nagyszálláson körforgalom és kerékpáros út épül, de ugyancsak ehhez kapcsolódik távlati célként a Nyíregyházán kívüli körgyűrű befejezése, valamint a Debrecenbe vezető 4-es számú út 2x2 sávos bővítése. A témával jövő héten bővebben is foglalkozunk 35 perc című műsorunkban. Másfél milliárd forintos értékben valósulnak meg energetikai korszerűsítések a Nyírségben 2024-ben. Szakolyban már a jövő héten elkezdik az Esze Tamás utcai volt TS iroda korszerűsítési munkálatait, amely a jövőben a polgármesteri hivatal új otthona lesz. Az energetikai beruházás összege 165 millió forint, az önkormányzat pedig még keresi a megoldást arra, hogy az épület belső tereinek felújítására is forrást találjon. Jelenleg is folyik a tereprendezés Szakolyban a volt TS iroda épületénél. A jövő héten már el is kezdődik az épület állványozása. Az 1984-ben épült ingatlan tulajdonjoga 2020-ban került át Szakoly község önkormányzatához. A polgármesteri hivatal épülete jelenleg is szűkös, így ide tervezik átszervezni a későbbiekben a hivatal munkáját. Az energetikai korszerűsítésre 165 millió forint támogatást kaptunk a Top Plus programon belül. Nyilván ez a nyílászárók cseréjét, a szigetelést, a fűtéskorszerűsítést jelenti, de belül is olyan állapotba kell hozni az épületet, hogy átköltözhessünk. Úgyhogy az energetikai korszerűsítésnek a támogatói jogiratban 2025. december vége a határideje. Ezen pedig még dolgozunk, illetve keressük a lehetőségeket, forrásokat, hogy egy belső felújítást is eszközölni tudjunk. További pályázati források bevonásával hamarosan javulhat az utak minősége is a községben, illetve egy új kerékpárút kiépítése is megvalósításra vár a 2024-es évben. Szintén Top Pluszos programban van egy nyertes belterületi útfelújításunk, ez a Létai utcát jelenti. Ez 2024 évben meg is fog valósulni. Magyarfalus programban is van egy útfelújításunk, ez a József Attila utca felét fogja jelenteni, illetve amit már két település is nagyon vár, a Szakoly-Balkány közötti kerékpárút, amihez szintén kaptunk 116 millió forint pályázati támogatást, Top Pluszos pályázat révén. Most már az előkészítés szakasza lassan a végére ér, és kezdődhetnek majd a kivitelezési munkák is. Simon Miklós országgyűlési képviselő sikeresnek értékelte a 2023-as évet a térségben. Elmondása szerint az új esztendő új kihívásokat jelent. Választókerületében hasonló energetikai korszerűsítések 1,5 milliárd forint értékben mennek majd végbe. Az elmúlt esztendőt sikeresen zárta a térségünk, hiszen közel 120 top pályázatban mintegy 25 milliárd forint értékű felújítás, új épület építése, közintézmények felújítása történt meg. Az új esztendő új kihívásokat jelent, hiszen a Top Plusz pályázat keretében kell most helytállni az önkormányzatainknak. A részeredmények jók, mert hogy eddig mintegy 10 milliárd forint értékű, mintegy 50 önkormányzati pályázat sikerességéről szólhatunk. A szakolyi polgármesteri hivatal átköltözésének ideje még bizonytalan, de a későbbiekben a már megszépült és korszerű épületben kap majd helyet a házasságkötő terem is, az Esze Tamás utcában.
Péntektől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, erről a holtankoljak.hu számolt be. A szakportál azt írja, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 6 forinttal emelkedik péntektől. Így a hét második felében az üzemanyag átlagárak az alábbiak szerint alakulnak. A benzin átlagos literára 590 forint, a gázolajé pedig 625 forint lesz. Az előző hét eleje óta háromszor is drágultak az üzemanyagok a magyar benzinkutakon. Múlt hétfőn a jövedéki adó emelése miatt hirtelen 21 forinttal lett drágább a benzin és a gázolaj ára, majd szerdán a gázolaj ára emelkedett. Ezek után pénteken a héten már harmadik alkalommal jelentették be, hogy a benzin és a gázolaj is tovább drágul. Megkezdődtek a munkálatok a Vármegye alma ültetvényein, ha száraz az idő, már metszik a fákat. Erre azért van szükség, hogy a beteg ágak eltávolításával elősegítsék a kedvezőbb termést. A gazdák bíznak benne, idén legalább olyan hozam lesz, mint tavaly, de magasabb felvásárlási árakkal. Erre van is esély a léalma esetében, az amerikai kontinensen ugyanis narancsválság van, így nagy a kereslet az európai gyümölcsök, így a magyar alma iránt is. Munkában a metsző olló nagykáló birketanyán. Hetek óta folyamatos az almafák metszése itt, legalábbis azokon a napokon, amikor az időjárás ezt lehetővé teszi. 10 hektáros területen termeszt itt 5 almafajtát, köztük is főként Ida Redet, Szabolcsi Attila. A metszésre azért van szükség, hogy a beteg, illetve sűrű ágakat eltávolítsuk, ezzel egészséges felületet tudjunk kialakítani, illetve a termés mennyiséget valamennyire be tudjuk szabályozni, ha minden ideális. Az almatermesztők körében a tavaly előtti év alakult tragikusan, az utóbbi néhány évtized legsúlyosabb aszálya miatt. 2023-ban aztán már elegendő csapadékot kaptak a gyümölcsfák, így erős közepes alma mennyiséget takarítottak be a gazdálkodók ősszel. Időjárásra én nem panaszkodom, csapadékmennyiség az megvolt, nem úgy, mint tavaly előtt, ugyebár beszéltünk már erről is, hogy tavaly előtti az eléggé száraz volt, tehát a csapadékmennyiség megvolt, betakarítás szempontjából az időjárás szinte tökéletes volt, talán egy-két napot kellett megállnunk amiatt, mert az időjárás nem engedte a betakarítást. A termésmennyiség az nekem egy jó közepes mennyiségem volt hektáronként. Hallottam olyat, akinek rekord mennyiségű alma termett. Évek óta probléma, hogy az alma felvásárlási ára elmarad a vártól. Az étkezési gyümölcs esetében ez tavaly sem volt másként, de a léjalmáért is igen alacsony összeget fizettek, legalábbis a főszezonban. Ott 38 forinttal indultunk a szezon elején, augusztus-szeptember környékén, azt azért nem mondanám jó árnak. Aztán szép lassan felkúszott egy olyan 60 forintra. Igaz, hogy ez már csak novemberi ár volt, amikor már a termésnek a 90%-a be volt takarítva. Nem is nagyon értettem ezt, hogy miért ugrott ott fel. Biztos megvolt az oka, ez már rajtunk nem nagyon segített. Én nem bántam volna, hogyha mondjuk indul egy olyan 50 forinttal, és akkor esetleg ott szezon közepén felmegy 60 forintra. Meglátjuk, hogy az idén mi lesz. A léalma ára elemzők szerint azért nőtt meg nagyobb mértékben a szezont követően, mert a legnagyobb narancstermő vidékeken, Florida környékén és Brazíliában az elmúlt 50 év leggyengébb narancs szezonját regisztrálták környezeti katasztrófák és baktérium miatt. Emiatt aztán hatalmas sűrítménynek való gyümölcsmennyiség hiányzik a piacról, ami így megnövelte a keresletet az európai, így a magyar alma iránt is. Az előrejelzések szerint a narancsot ért baktérium még évekig negatív hatással lesz a termésmennyiségre, így az előrejelzés szerint idén is magasabb áron vásárolhatják fel az almát a termelőktől. Máté Szalkai alkotók munkáiból nyílt képzőművészeti tárlat a helyi DNS galériában. A kiállításon fotók, festmények, textilből, fémből és fából készült művészi alkotások is megtekinthetők. A tárlatot február közepéig nézhetik meg az érdeklődők. Egyedül maradtam, nem maradt nekem más, egyedül. Megzenésített versek is elhangzottak a Januári Látkép című kiállítás megnyitóján.
A tárlatot a Magyar Kultúra Napjai elnevezésű sorozat keretében rendezték meg Máté Szalkán. A kiállítás különlegessége, hogy kizárólag helyi alkotók munkáit mutatja be a közönségnek. A Magyar Kultúra Napjai sokféle műfajt tartalmaznak, a színházat, a zenét, a táncot, a bűvészetet, az irodalmat, stb. És természetes helye van a képzőművészeteknek is. Ilyen értelemben véve egy nagy büszkeség számunkra, hogy ebben a kisvároskában 22 alkotó tudott ma este kiállítani a képzőművészetek területén és különböző műfajokban. Horgolt ernyő, fából faragott óra, kerámiák, festmények, fotók a különleges tárlatra a művészek legkedvesebb alkotásaikból válogattak. A pályafutásom alatt én nagyon sok esküvőt is fotóztam, meg stúdióba is fotóztam, és én igyekeztem eljutni profi fotósoknak a workshopjaira, és Európának több csodálatos helyszínén fotóztam meseszép modelleket díjnyertes esküvői ruhatervezővel, a Halász Évával, és most, amit hoztam, az egyik utolsó ilyen helyszínünkről való képeim, Santorini szigetén fotóztunk 6 napon keresztül meseszép modelleket, és én most tudatosan ebből az anyagból hoztam 4 fotót, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudják azt, hogy én nem csak élményfotós, tájfotós vagyok, ugye Izland, Feröerre, stb., meg úgy Európába szoktam leginkább ugye túrázni, és most tudatosan ezt a világomat szerettem volna egy picit megmutatni, egy kis bekukkantást nyerjenek a látogatók, és megleptem vele nagyon sok embert, hogy nem tudták, hogy én ezzel is foglalkozom. A Máté Szalkai DNS galériában nyílt tárlatot február közepéig tekinthetik meg az érdeklődők. Január 12-e és 14-e között rendezték meg Egerben az Országos Ifjúsági Szólótánc verseny döntőjét. A versenyen kiváló eredményeket értek el a Nyírség Táncegyüttes és a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola táncosai. Orosz Gergő Kevin szólótáncát elismerő szavakkal méltatta a neves szakemberekből álló zsűri, Ugyan Dorka és Fogas Domonkos pedig második alkalommal nyerték el az ifjúsági korosztály legmagasabb szólista elismerését. Dorka újra gyöngygalléros táncos, Domonkos pedig ezüst pityikés táncos címmel tért haza a közel 120 versenyzőt felvonultató döntőről. A kiváló fiatal táncos pár ezzel a kiemelkedő eredménnyel köszön el az ifjúsági korosztálytól, és folytatja a táncos pályafutását a felnőttek között. Sorozatban negyedik győzelmét aratta a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 17. fordulójában a pécsi VSK-t fogadták, és a 84-84-re végződött rendes játékidőt követően 102-92-re verték ellenfelüket. Meri Mekmedovics együttese a jövő hét végén az óbudai kaszásokhoz látogat. A mindössze egy vereséggel érkező Pécs ellen jól kezdte a mérkőzést a Nyíregyháza, az első negyed végén 11 ponttal vezettek a cápák. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, a nagyszünetre 48-38-as állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kapaszkodni kezdtek a vendégek, sőt a vezetést is átvették, így a negyedik negyednek 5 pontos hátránnyal vágott neki a házigazda. Visszavette a vezetést a Nyíregyháza, azonban a hajrában egyenlített a PVSK, így következett a hosszabbítás. A ráadás 5 percének második felében a higgadtabb hazaiak maguk javára billentették a mérleg nyelvét, így Merin Mekmedovics együttese sorozatban negyedik győzelmét könyvelhette el. Taktikailag voltunk felkészülve rájunk. Én nagyon jól tudom, hogy ezeket meccsek ki, amit mi játszunk Budapokidó, de egy ilyen meccs hozzá felugrás tabelánál. Ebből minden 3 csapatból, aki fönt van, Vásás Mauci, nem mondom puhább, de legkultúrabb kosarat játszik a Pécs. És ez nem elég agresszív. Mi ezt kihasználtunk, agresszíven egész pályán játszottunk, változása, agresszív zónálom, és tudunk nagyon jó, hogy ezt a mi támadó játék nem tudja védeni egy magas centerrel, amilyen Horti, és akkor ott volt a lyukuk, amit mi kihasználtunk.
Bonifert Bendegúz 37 percet játszva 17 ponttal és 9 lepattanóval vette ki részét a nyíregyházi győzelemből. Nagyon élveztem végig az egész meccset. Jó kezdtünk, nagyon jól játszottunk az első fél időben, aztán tudtuk, hogy a Pécs harmadik negyedet az minden mérkőzésen nagyon komolyan nekiugrik az ellenfelének. Itt minket is ezzel megleptek, csináltak azt hiszem, hogy mínusz 15-ös futást. Utána nem tudom honnan, tényleg valahonnan összekapartuk magunkat, minden erőnket és feljöttünk. Szerintem rengeteg egyéni teljesítmény volt ma, bárkit ki tudnék emelni, mert egy csapatként harcoltunk és küzdöttünk, és abszolút ennek tudom ezt beszmezt a mait. Nagyon nehezen kezdtük az évet, nyilván mások voltak a számítások, de azért a munkának egy idő után ki kell jönni, és úgy gondolom, hogy ez már egy ilyen december óta szerintem látszik, mert most az utóbbi, azt hiszem, 5 meccsünkből 4-et nyertünk meg, listavezetőt sikerült megvernünk itthon, úgyhogy ez abszolút mindenkinek köszönhető, a stábnak, mindenkinek, úgyhogy szerintem össze kezd állni az a munka, amit évelej óta csinálunk. A kék cápák jelenleg 6 győzelemmel és 11 vereséggel a 11. helyen állnak a tabellán, a forduló többi mérkőzését a hétvégén játsszák. Merin Mehmedovics együttese legközelebb a jövő hétvégén az Óbudai Kaszások otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jelentős kormányzati támogatásból fejlesztik tovább hamarosan Nyíregyházán a déli ipari parkot. A beruházások összértéke 192 milliárd forint. A tervezés 3 ütemben valósul meg 2025 év végéig. Az elképzelések szerint tovább bővíthetik az ipari park úthálózatát, felújítják a közeli Butyka és Nyíries település részek útszakaszait és elkerülő utakat építenek. Emellett fontos környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve kiépül a terület csapadék, víz és ivóvíz hálózata, a teljes szennyvíz elvezetési és tisztítási infrastruktúra, valamint egy önálló szennyvíztisztító is. Energetikai korszerűsítések várhatóak a Nyírségben a 2024-es évben. A beruházások összértéke megközelíti a 1,5 milliárd forintot. A fejlesztésekre a TOP Plus program biztosítja a forrást. Az ebből származó támogatásnak köszönhetően kezdődhet el annak az épületnek is a korszerűsítése Szakolyban, amelybe a felújítás után a polgármesteri hivatal költözhet át. Már metszik az almafákat Szabolcs-Szatmár-Bereg legtöbb ültetvényén. Erre azért van szükség, hogy a betegebb és túl sűrű részeket eltávolítsák, segítve ezzel a későbbi jó termés kialakulását. Tavaly jó szezon zártak a gazdák, de a felvásárlási ár az elmúlt évekhez hasonlóan elmaradt a vártól. Idén a léalma esetében ez talán változhat. Ennek az az oka, hogy az amerikai narancsválság miatt nagy a kereslet az európai gyümölcsök, így a magyar alma iránt is. A Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken délelőtt még élénk erős szél fújhat a középső és keleti ország részben, de napközben mérséklődik a légmozgás. Nagyobb részt napsütéses lesz az időjárás, felhősödés késő délután kezdődhet, amelyből vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat. Délután jellemzően 5 és 10 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.